Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Köszöntöm kedves nézőinket, meg a Borit. Szia Bori! Szia Nóri! Ez a Magyar Változat legfrissebb adása. Folytatjuk ezt a család-barát dolgot. Ugye a múltkori vendégünk Csuha Lajos és Csuha Bori volt, és most klasszikkal készültünk. Kérem szépen, a Cető testvéreket hívtuk. A Cető triót. Cető triót. Cető Zsenet, szeretettel köszöntünk. Sziasztok. Cető Ádám. Sziasztok. És a legidősebb Cető Roland. Sziasztok. Sziasztok. Nagyon jó, köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. És hát kezdjük azzal, ami mindannyiunkat érdekel, hogy hány évesen kezdtétek? 5, 4? Most miért rám néztek? Nem voltál a legidősebb, kérlek. 95, vége 96 eleje, azt hiszem az első alkalom, amikor színház és stúdió közelbe kerültünk. Ez bárhogy nézem, nem jól mondom, mert hunyorok. 95. február. Igen? Akkor ráadásul rá, eleje. Hány évesen emlékszel erre? Hány évesen nem akkor? Emlékszem, hanem a Balázs Péter bácsival van közösen egy fotónk. Még ja. Egy ilyen régi típusú kis fotó, és arra oda anyuék odaírták alá. Azt hiszem, hogy 95. február, igen. Akkor 95. február. Én akkor még nem voltam 6 esztendős, alig múltam 5, és Zsanette pedig akkor kizárásos alapon 4 lehettél. És mennyi van köztetek? Ádám és Roland között hány év van? Hát köztünk picivel több, mint 5 év. 5 év. Akkor nagyon jó. 5 év és 2 hónap. Én egy hónapos voltam konkrétan. De te nagyon kicsi voltál, te még 2 éves voltál, vagy 2 és fél, amikor elkezdted, úgymond? Én mondhatnám, hogy úgy emlékszem, de hát ez nem igaz. Úgy mesélik, hogy 3 éves voltam, amikor az első szinkron munkám volt a Klinikák, vagy Klinika című sorozatban voltam Benjamin, úgyhogy ott hát pár szót kellett csak mondani, de az volt nekem az első. És mivel kezdtétek ezt a szakmát? Hát ha a szinkronra gondolunk, akkor szerintem mi mindketten saját magunkat csináltuk először, mert ahogy Zsanett is mondta, Balázs Péterrel volt szerencsém nekem egy reklámfilmben közösen szerepelni, egy csokoládé volt az, nem tudom, hogy itt lehet-e már kettőt. Igen, a Boci Csoki reklám volt, Szerencsi bácsi, akkor még ez volt, és oda beválogattak engem, és Zsanettot szimultán egyébként, mert mint kiderült, azon a válogatáson kislányt is kerestek, csak valamivel idősebbet, de olyan kis cserfes és bájos volt, hogy őt is mindenképpen szerették volna, és valamilyen oknál fogva, hogy ez miért alakult így, de utószinkronizálni kellett ezt, és azt hiszem mindkettőnknek saját magunk voltunk ilyen formán. Igen, de nekem az utolsó pillanatig függőben volt, hogy magam leszek-e vagy nem. Aha, mert igen, mert én nem tudtam ő betűt mondani nagyon sokáig. Úgyhogy... Kérem. És mit mondtál helyette? Ott. És hallottam a különbséget, csak mondani nem tudtam, és... Azt hiszem, hogy előtte egy-két nappal fürödtünk, és hát így frosztizott a fürdőkedben, hogy úgyse éleszek, mert nem tudom kimondani, és akkor kimondtam. Igen, egyébként klasszikus mondás nálunk, hogy nem ózik-e, nem érted, hanem ózik-e, mert szegény mondta, hallogat, csak nem tudta kimondani a különbséget. Úgyhogy végül is így szinkronizáltuk le saját magunkat. És akkor így kezdődött minden. És azt tudjátok, hogy mesélték a szüleitek, hogy hogy jutott a szüleiteknek eszébe? Mert a szüleitek nem szakmamerjek. Hát nyilván nem neked jutott eszedbe 5 évesen, hogy mennyi a Boci Csoki reklámra. Hát hogy ez hogyan volt pontosan, azt nem tudom. Azt tudom, hogy én mit mesélek az elmúlt 27 évben. Mind a háromnak más verziója. Hogy ez hogy történt? A sarokpont az, hogy valahogy elkerültem én a Lakner bácsi színű tanodájába, az Acil Andris vezette akkor, és egy elég illusztris tanári gárda volt, és volt ott egy vizsgadarabszerű, ahol hónom alatt focilabdával gyakorlatilag jobbról-balra átmentünk, mint utánpótlás, vagy valami ilyesmi, és ott keveredtünk el, azt hiszem, hogy először egy színházi válogatásra. A Bolygó hollandi került megrendezésre az operában. Nem? Az később volt. Látod? Már máshogy meséljük. Szerintem később volt. Onnan hívtak a reklámra, castingra. Mert valaki volt a nézőtéren, aki azt megnézte. Biztos, hogy először a reklám volt, és nem a színház, mert onnan jött a színház. Annyira egyszerre történtek ezek, de tulajdonképpen annyit lehet mondani, mivel nem szakmabeliek a szülők, hogy szerintem jókor voltunk jó helyen. És te ugyanúgy aztán csatlakoztál a
Abszolút, abszolút, azért, mert folyton mentem velük, tehát ugye nagyon pici voltam még, tehát vagy anya, vagy apa ott vitt. Elvileg azt mesélik, hogy a büfék voltak a kedvenc helyeim, és imádtam a büféket, és állandóan ott voltam. Ezek alapján tudta a színházakat beazonosítani. Pontosan, hát hogy melyik büfé, a mai napig emlékszem a büfékre. Hú, igen, én is alig vártam, hogy az operába menjünk játszani, mert ott olyan jó volt a kukoricasaláta. Igen. Ez micsoda szépség. Igen. Úgyhogy én folyton ott voltam, láttak a rendezők, a színészek, és amikor elértem a 3-4 éves kort, akkor pont ugye jött a klinikák, ahol kellett egy nagyon kisfiú, és akkor kérdezték szüleimet, hogy esetleg kipróbálhatnának-e engem. Igen. És hát jól sikerült, benne ragadtam, hál' Istennek. És a szinkron, tehát mindannyian egész kicsi korotok óta szinkronizáltok is, ilyen 6 ilyenek, ugye? 6 éves kor, 5 éves kor, az nagyon kemény. Igen. És éreztétek valaha, most már nyilván nem, az embernek mindig megszépítik az emlékek, a gondolatait, de akkor, amikor kicsik voltatok, általános iskolások, tehernek ezt az egészet? Munkának. Vagy ez egy borzasztó jó dolog volt az életetekben, és szívesen? Én a magam részéről tudom mondani, hogy igen. Tehát nekem voltak konfliktusaim apáikkal. Hát ez a lázadó korszak, 13-14 éves kor, hogy bezzeg az osztálytársaim suli után kimennek focizni vagy pingpongozni, én megmegyek a stúdióba, és hogy én már nem szeretném ezt csinálni. És nagyon emlékszem, sírtam otthon, apával pont beszéltünk, és apa mondta, hogy higgyem el, hogy el fog jönni az a kor, amikor meg fogom nekik köszönni, hogy nem hagyták, hogy én abba hagyjam. És ez tényleg így lett. Igen. Tehát, hogy nagyon örülök neki, hogy így döntöttek, és hogy kitartottak amellett, hogy igenis ez az én utam, és hogy ez jó lesz. És tényleg eljött a 16-17, tehát túl lettem ezen a lázadó korszakon, és most már én is tehát nagyon akkor ti nem neki. Érzitek tehernek azt, hogy ez a rész kimaradt gyakorlatilag az életi, Zsanett? Nem, én pont ezen gondolkodom, hogy persze sokszor vágtam a fejük közt, hogy jó, én ezt nem akarom csinálni, meg hogy minek kell menni, stb. De hogy igazából komoly szándék nem volt mögötte. Egy eset van, amikor igen, amikor emlékszem, hogy meg volt már beszélve, hogy délután általános iskolás voltam, 5-es, 6-os, meg volt beszélve, hogy lesz munkám délután, de beválogattak, hogy menjek el egy röplabda versenyre. Hú, nagyon izgalmas, én meg a röplabda az 8 külön dolog volt, de engem hívtak, hogy menjek, és hát mondtam, hogy de ez előtte lévő nap, hogy hát mert hogy valaki kiesett, és hogy és mondom, ide én mondtam apuéknak, hogy szeretnék menni, de hát apuék, hát már meg volt beszélve, várt a stúdió, nagy szerep volt, nem fogják lemondani, mert mennem kell. Na, egyetlen eszközömmel én mondtam, hogy jó, akkor addig nem szólok hozzájuk, ameddig el nem intézik, hogy nekem oda ne kelljen elmennem, hadd menjek röpizni, és elmentem röpizni, és szörnyű volt, tehát, hogy borzalmas élmény volt, utána azon veszekedt, hogy miért hagytátok, hogy elmenjek. Ez akkor szülős nem volt, bármit tesz, igen. Apa, nem kell minden nap dudálnod, idiótának néznek. Én is örülök, hogy látlak, de nem kell szó szerint világgá kürtölni. Íme a Bélié család. A kecskeshajtból kérnék. Mi baj a hölgynek? Nálunk munkamegosztásnak hívják. Ő mosolyog, én beszélek. Szellemes. Családi vonás. Hey. Édesanyád fertőzése tovább terjedt. Apát használja a krémet, amit felírtam. Miért nem? Lángol a micsodám, elborít a gomba. Kicsit se zavar. Főzünk belőle egy jó gomba pörköltet, és le van a na-na-na! Erik Lártigó új filmje. Erőltesd meg magad, cserélj velem családot. Aj, hagyjál, nem vagyok már ovis. Na hát tessék, 2 évre megkaptam egy tátogó sült halakból álló énekkart. Meghódítunk egy remek művet. Mert ha minden balul üt ki, ha már nincs több remény, marad Michel Sardou. Nem lehetne valami modernebbet? Michel Sardou az a francia könnyű zenének, ami Mozart a klasszikus zenének. Időtlen zseni. Éreznem kell a vágyat, a bujaságot maguknak, tényleg magyarázni kell. Ne bámuld már a párizsi srácot. Komolyan, mint Bella az alkonyatból, ha te mondod. Maga tehetséges. Volna kedve Párizsban tanulni? A suli Párizsban van. Hogy szervezzük meg a tanyát, a piacot? Valami mást kell kitalálni. Tudod,
Tudod, ez mit jelent? A legjobb barátnőm tehetséges. Abba hagyom. Na de miért? Az én életem, én döntök. Biztos, hogy a maga élete? Vagyis itt és most? Mes chers parents, je pars. A siketség nem mentség. Utállak titeket! Nem vagy rossz anya, ellenkezőleg. Te egy álomanya vagy. A Bélié család. Én unalmasabb vagyok ilyen szempontból, meg egyébként nagyon sok szempontból is, mint a többiek. Nekem eleve ez a lázadó korszak valahogy kimaradt, és tényleg így most ez a 27. év, hogy a szinkron az töretlenül kitartott, szerintem mindhármunk életében. Tehát azt tudom mondani, hogy ilyen egy-két hét különbsége, vagy esetleg most Zsanettnek a szülési szabadság az nyilván más, de hogy az folyamatosan végigkísért. A színház, televízió az vagy jött, vagy nem, az sokszor időszakos, de ez tényleg a mindennapjaink része abszolút, és én ebben a 27 évben egyszer sem kellett, hogy dolgozzak. Szóval, hogy ahogy gyerekként ez játék volt, ez felnőttként is úgy alakult, hogy mind a színházi rész, minden az noha már tudatosabb, de azért még mindig játék. És ez felfogás kérdése? Így felnőtt fejjel? Szerintem az életben nagyon sok minden felfogás kérdése. Hogy szokták kérdezni, hogy vagy ma. És tudod, az ember annyi mindent mondhatna, de ha abba gondolunk bele, hogy kinyílt a szemünk reggel, és innentől minden más csak rajtunk múlik, akkor tényleg azt hiszem, hogy nagyon sok mindenen tud változtatni az attitűd, ahogy hozzáállunk a dolgokhoz. Sokan kiégnek ebben a szakmában. Azt mondják, hogy elegük van a hajtásból, meg ilyenek, de ha az ember mindig megtalálja azt a pici szépséget, amiben kapaszkodhat, legyen szó egy török sorozatról, egy brazilról, vagy bármelyik nagy Disney mozifilmről, akkor azt pont ugyanolyan lelkesedéssel lehet szerintem minden alkalommal csinálni. És ez nagyon nehéz az embernek tényleg azt, hogy ez komolyan is, ne csak lózunk legyen, amit így elmond, hanem így próbálja meg felfogni ezt, viszont nagyon sokat segít a mindennapokban. Mielőtt még komolyra fordítanánk ezt a beszélgetést, a szót, kezdünk komolyosan. És beleérnék a kamaszkorba, és igen, mutassunk valamit. Igen, egy olyat, amikor még a szülők cipelték a kis tető gyerekeket. Kezdhetjük nyugodtan kezdjük a Zsanettel meg a Rolanddal. Fűvért fűzünk egyet szárat, nem kemelk itt a sarkat. Fűvért fűzünk egyet szárat, így köszöntjük jó anyánkat. Ének szól a táncoljunk, néki szóljon vidaljunk. Hát kérem, miből lesz a cserebogár? Komoly rendezvény. Ádám még nem született meg. De... Én még meg se. Az előbb eszembe jutott, mikor beszéltél a szüleidről, hogy sokszor leültek veletek, és mondták, hogy ezt csinálni kell, mert ez jó dolog, majd meglátjátok, hogy igazából minden, tehát hogy nem csak ennél a színházi dolog, mindennél így van, nem a gyerekeknél, hogy egy idő után, ha már évek óta csinálnak valamit, legyen az akár sport, művészet, persze, teljesen mindegy, egy idő után ez a kamaszkor eleje felé eljön az, hogy hát nekem ebből elegem, hogy le akarok menni, igen, a haverokkal, csak úgy fetrengeni akarok az ágyon, zenét, igen, hallgatni, tévézni, otthon ebédelni, nem a kocsiban, meg a nem tudom. És ilyenkor szükség van bizony a szülőkre, hogy, de ez nem, sokan úgy értelmezik ezt, hogy ilyen erőszak, de nem az, hanem nem, hát ő van egy tudja, határ. Hát ő látja, persze, hogy... Igen, azért nehéz egyszer. Szerintem ez, mert nyilván minden szülő jót szeretne a gyerekének, de nem tudni, hogy mi lesz a jó. Tehát igen, egyáltalán nem volt biztos az, hogy mindhármunknak ez lesz az útja tényleg. Apáik szerintem úgy voltak vele, hogy várjuk meg ezt a 17-18 éves kort, és utána majd mi el tudjuk dönteni, igen, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. De addig viszont kellett kapacitálni, igen, sok esetben. Mindenképp szerették volna, hogyha egyetemre is megyünk, és valami úgymond civil szakmánk is van, hogyha bármi történne, akkor azért több lábon tudjunk állni. Nekik összejött, nekem sajnos nem. Igen. De szóval... akkor nektek kettőtöknek van más végzet, van civil végzettsége? Csak az van. Csak az van. A színházban meg ebben ez. De nekem van. Nem csak, hogy van szakma is, nekem van egy színész kettes OK-som, van egy habilitációs kutyaképzőim, és van egy óvodapedagógus. Azt a minden. És te?
Én nemzetközi kapcsolatok szakértő vagyok, külkapcsolat szakirányon, szakmám szerint, de... Soha nem tudom, ez nem is. Jó, de kellett javulni. Brian Péternek be. És te? Én anglisztikát kezdtem el tanulni az ELTE-n, de másfél-két év után ott hagytam, mert nem volt összeegyeztethető a munkával, ráadásul akkor már annyira éreztem, hogy én ezt szeretném csinálni. És ezt a szüleid már simán engedték? Igen. Jó szívvel? Vagy nem jó szívvel, de... Nem jó szívvel, azért mindig elmondták, hogy hát azért nem ártana, de úgy voltak vele, hogy ott már rajtam múlik ez a dolog. És most is úgy gondolod, hogy persze nyilván akárhány évesen is elvégezhetsz majd egy egyetemet, de hogy most meg vagy elégedve, nem akarsz. Abszolút. Tényleg, amit Roland mondott, hogy ez nem munka nekünk, hanem tényleg szívesen járunk be és szeretünk. Persze vannak olyan napok, amikor úgy picit nehezebb, de hát az mindenhol van, de alapvetően nagyon szeretjük csinálni. Hármatok között volt-e valaha konfliktus abból, hogy egyikőtöknek olyan munkája volt? Volt-e rivalizálás? Szerintem... Legalábbis most javítsatok ki, ha tévedek, de nem igazán emlékszem, mert olyan szempontból, hogy ugye Zsanettal nyilván nem egy a szerepkörünk, noha néha össze-össze kevernek, és egyikünket várnak, a másikunk érkezik, ez persze adminisztrációs előfordul, de Ádámmal pedig, hát nem tudom, szóval, hogy azért most nyilván mostanra azért már inkább hasonlíthat esetleg a hangunk, vagy ilyenek, de azért kinézetre is elég különböző karakterek vagyunk. Igen, inkább a... felnőttebb férfiakra használnak, gondolom, mint téged, vagy tényleg? Így van. Plusz, és itt visszakanyarodnék a szülők szerepéhez, hogy az emberek nem is gondolnák, hogy a szülőnek mennyi szerepe van abban, hogy az ember hogyan alakítgatja az életét. Mindig arra tanítottak, hogy az embernek meg kell csinálnia azt, ami a tőle legtöbb egy adott szituációban, de onnantól nem rajta múlik. Mert ezen a pályán pontosan tudjátok, hogy kék szeműt keresnek, zöld szeműt, barna szeműt, rövid hajút, hosszú hajút, nem rajtunk múlik. Mi ott voltunk, megtettük, amit kellett. Ha éppen ő volt az, akire szükség volt, akkor örülünk neki, és legközelebb majd talán ránk. Akkor tudtok egymás sikerének örülni. Persze, és nagyon sokszor segítettük is egymást, tehát hogy volt például pont a Meseszínház neked, a meseelőadások, hogy én játszottam ott, és akkor utána, hogy hú, kellene egy fiú, hát mondom, ott az öcsém, hogy jaj, hát, hogy akkor jöjjön be. És akkor tehát, hogy igen, tehát hogy így segítjük is egymást, tehát ha van valami olyan lehetőség, akkor mindig szóltunk egymásnak, hogy... Ráadásul, amit én még kifejezetten szeretek, hogy megvan az is köztünk, hogy ha tévét nézünk, bármit, és hallunk egy olyan munkát a másiktól, amire azt mondjuk, hogy fú, na ez tök jó volt, akkor ezt meg is írjuk egymásnak, vagy fölhívjuk, hogy fú, ebben nagyon jó voltál, és nagyon tetszett. Igen. Miben voltak nagyon jók a tesóid? Mi az, ami neked a kedvenc tőlük? Fú, szinkron. Nehéz válaszolni. Mert rengeteg van. Most mondja. Szerintem Rolandnál az Amerikai Horror Story volt az. Az nagyon jó volt, mert sok évad, és minden évadban más karakter. Uh-huh. És nagyon jó az eredeti színész is, meg nem mondom, hogy most hogy hívják. De Roland is nagyon-nagyon jól csinálta, és nagyon jó volt rá. Zsani pedig... Fú, hát... Ő nem annyira szeret ide, én a Mamma Mia-t nagyon-nagyon-nagyon szerettem bele. Nekem ott volt az első, hogy ilyen wow. Micsoda csaja? Ne, én nem szeretem, szerintem az első rész az borzalmas volt. Nem. Annyira kicsi voltam még, akkor rettenetesen érződött az a pár év, amennyi volt a színésznő meg köztem. Borzalmas volt, csak vissza ne kelljen hallgatnom. A második már jó volt, ott összenőttünk, tehát már nőtt a hangom, de hát valamiért mégis engem választottak az elsőre. Tehát, hogy nem én kértem, hogy hú, hadd legyek, tehát, hogy volt hangminta és engem választottak, szóval. És de az, bocsánat, csak szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a szüleiknek, ez fantasztikus, amit ők műveltek veletek. Tehát, hogy mindaz, hogy segítettek titeket ebbe a szakmába, ami valljuk be, mindannyian tudjuk, hogy nem egy egyszerű dolog ide menni, oda menni. Ráadásul ti nem csak szinkron stúdiókba rohangáltatok, hanem castingokra, színházba, este, reggel, én nem. Igazából azért is külön köszönet úgymond, vagy azért is csodálatos, amit ők csináltak, mert tényleg soha nem én legalábbis soha nem éreztem azt, hogy le lennék terhelve. Mindig kész volt a leckém, mindig megtanultam, amit kellett, és tényleg soha nem volt, olyan jó fejek voltak. Volt, hogyha volt olyan előadás, amiben meg kellett várni a tapsrendet, akkor az első órára nem volt muszáj bemennünk. Mm-hmm. Tehát, hogy így volt, tehát, hogy így azért igen, figyeltek, meg azért az, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy a suli nekünk abszolút az első volt. Soha nem kértek ki, akkor mondjuk megoldható volt a mai felgyorsult
tempójú munkában nem biztos, hogy megoldható lenne, de a tanulmányaink azok szentek voltak, tehát hogy az iskola volt mindig az első. Nem voltunk magántanulók. És ez nagyon jó, igen. Tehát végig jártatok suliba. Igen. Ez is nagyon jó. Én magántanuló először a főiskolán voltam, amikor elintéztem magamnak, hogy ne kelljen bejárni, de hát nem is volt olyan jó, mint ha bejártam volna. És apáik azt mesélték, hogy ez nem is volt akkor a teher a gyártásvezetőknek sem, mert így szokták meg. Igen. Minket délután hívnak. Nagyon sok gyereket most is délután lehet hívni. Igen. Csak akkor azért is tudjátok, hogy még másra felhívtak, hogy egy produkcióra hogy érsz az elkövetkezendő másfél-két évben. Igen. Hát nem az volt, mint most, hogy nagyon sok minden változott itt azóta. Valóban lehet, hogy ma már ez kevésbé lenne megoldható, de mi egy olyan szerencsés időszakban voltunk még, amikor ez nem jelentett problémát. Mielőtt a színházra és egyéb felnőtt tevékenységekre rátérnek, nekem nem jutott eszembe sem. Kedves Rendes Bori, még nézzük meg, hogy még Ádámot a milyen volt, amikor édesanyja és édesapja cipelte, és aranylemezes volt ez. Aranylemezes. Tomi, kéri karos csontokat. Pont arról beszéltünk, hogy ezt most szeretnénk látni. Első sor. Na és akkor eltelt, vagy akartál valami? Igen. Mint egy anime őrült kislány édesanyja. Kérdezem, hogy ti az animében otthon vagytok. Mennyi lehetőség rejlik ebben? Erősebbé válok, mint amire gondoltam. Sőt, mindenható leszek! Micsoda hihetetlen erő! Nagy kár, hogy nem tarthatod meg, mert minden erődet el fogom venni, az utolsó cseppig! Végre elérkezett ez a pillanat is. Ezzel a szertartással az enyém lehet hárt minden ereje. És így be fogom tudni teljesíteni a bo... Á, nekifutok még egyszer. Jó. Már korán kezdtem. És így beteljesíthetem a bosszúmat. Az új erőm ellen Dr. Fakernek esélye sem lesz. Kett! Hív segítséget! Ne vegyetek levegőt, ne tüsszentsetek, ne mozogjatok, ne pánikoljatok! Le fogunk esni! Korábban mindnyájan eltűntek, és mióta rájuk bukkantak, olyan, mintha megöregedtek volna, és csak a semmibe bámulnak, és... Csak egy közös dolog van ezekben az emberekben, mint párbajozók. Összegezve! Ha a Juman nem akar beszélni a számozottakról, akkor majd mi oldjuk meg a rejtélyt. Ezt most kérdezed, vagy mondod, mert kijelentettek. Mondom, ez kijelent. Ez számít, nagyon sok ez érdekes. Nagyon sok animét csináltatok, anime rajzfilmet és sorozatot. Én tudom. Na ez így. Engem egyszer meghívtak a Mondokonra. Én gondolkodtam, hogy elmenjek, vagy nem menjek. Mondom, szerintem én nem egy animében voltam összesen, többen nem is. És annyit tudtak mondani, amiben voltak, és én nem is tudtam, hogy vagyok. Tudjuk, hogy nem is tudtam, hogy az vagy hogy mi volt.
nagyon kellemes meglepetés volt, hogy tényleg tudták, hogy ki vagyok. Igen. Mondjuk én ezen mindig meglepődök, ha bárki tudja, hogy ki vagyok. De hogy Roland, te is voltál tavaly Mondokonon, vagy tavaly előtt? Most a Covid miatt itt összetudom. Ja, nem, tavaly volt. Voltál? Ádám is volt. Te is voltál. Most voltam a legutóbbin. Igen, a kislányom mondta is. Igen. Mert ő is ott volt. Nagyon érdekes közösség egyébként, mert tényleg, tudjátok, bemegyünk egy-egy stúdióba, sokszor azt se tudjuk hirtelen, mi történik, úgy nagyjából amennyire kell képbe helyeznek, és megcsináljuk az adott feladatot a lehető legjobban, majd utána eljövünk, és akkor hetekkel, hónapokkal később megkeresnek egy ilyen dologgal, hogy ú, figyelj, itt voltál, gyere el, és akkor elmész, és azt mondják, hogy mennyire volt nehéz megformálni a karaktert, amikor megtudtad, hogy ő leszel, akkor gondolkodtál-e azon, hogy és így ülsz, és mit mondhatsz valakinek, aki tiszta szív? Igen. Szóval, hogy otthon vagyunk-e az animékben, azt nem tudom, de sokszor volt szerencsém a kapcsolatba kerülni. De hogyha így mondanak egy-egy ilyen animéből, hogy te voltál-e, nem tudom, Totoro. Van amelyik, tehát a Dragon Ball például, igen, mint olyan, amelyik, az megragad egy életre, főleg amikor megkaptam és megtudtam, hogy én leszek az is, meg akkor utána, hogy ugye maga ez az egész közösség, ez mennyire fogadott be, vagy vetett ki, vagy bármi hasonló, de vannak olyanok, amiket sajnos az ember emlékezete az valahogy kinek a fejből. Akkor hívd fel a lányomat és megmondja, hogy összes szerepedet elmondja nekem. Szerintem mind a hármatoknak van egy-egy olyan, rengeteg nyilván, de amit mindenki tud és mindenki ismer. Roland, én azt gondolom, hogy neked ez a trónok harca most. Havas John. Nyertek már csatát, gyengébb esélyekkel is. Rosszabbakkal harcoltam a falon túl, mint Ramsay Bolton. Nem védekezhetünk északról a mások ellen és délről a boltonok ellen. Csak deresben élhetjük túl, de hogy bevegyük deres, több ember kell. A mások. Ugyanolyan, mint a boltonok. Igen, a mások ellen, jó. Igen, nem a másik csak, igen. Ez az egyik, a másik meg, hogy csak deresben élhetjük csak túl. Deresben élhetjük a mondatnak az a fel picit rövid lehet. Jó. Ha esze van, deres falai mögött megvárja, amíg nem bakizok. Deres falai mögött. Igen, több katonád van. De vajon harcolnak érted, ha megtudják, hogy te nem harcoltál értük? De vajon harcolnak érted, ha megtudják, hogy te nem harcoltál értük? Hát nem kedves valóban. Igen, több katonád van. De vajon harcolnak érted, ha megtudják, hogy te nem harcoltál érted? jó, értem. De vajon harcolnak érted, ha megtudják, hogy te nem harcoltál értük? Te nem harcoltál értük helyet, ha megtudják, hogy cserben hagytad őket. Jó, köszönöm. Három szóltak. De vajon harcolnak érted, ha megtudják, hogy cserben hagytad őket? És még így is. Így is tekerem. Mert ha vajon hagy ki. De harcolnak köszönöm. Érted, ha hangsúlyokkal meg lehet. De harcolnak érted, ha megtudják, hogy cserben hagytad őket? Igen, tulajdonképpen most gondolkoztam egy kicsit, mert mindig, amikor kérdezik, mindig hármat szoktam mondani, mert három olyan mű van, ami három korosztállyal megismertetett. Az egyik a trónok harca, Havas Zsonya, ez valahol ugye a középkorosztálya, meg a fiatalokkal inkább. Van a érthetetlen módon a Szulejmán. Hát ez nagyon sokkal, 40 plusz. Volt egy operett fellépés egy ilyen idősek otthonában, ahol mérsékelt sikerrel fogadtam bármit, amit csináltunk a kolléganőmmel. Majd amikor egyszer csak elmondták, hogy egyébként ugye a Szulejmánból Mustafa, be se kellett menni és üdvrivalgás fogadott. A gyerekeknél pedig a Mancsőrjárat, ami most nagy sláger és ott Chase. Akinek én a hangomat kölcsönözhetem, tehát ez a három az, ami tulajdonképpen az utóbbi, és ez tényleg az utóbbi idő. Tehát, hogy tudom, hogy mindenki kutya. A rendőrház kutyus, igen. A rendőrház kutya. Ahol az összes plusz állat, ami nem benzinkúton meg. Igen, te vagy. Ez mekkora jó. Ez jó érzés. Chase, rajtad a világ szeme. A hátizsákodban lévő csörlővel húzd fel a sofőrt a hídra. Chase, segít, ahol tud. Uram, ne ijedjen meg, most lejövök! Ó, köszönöm, itt a mentőcsapat! Egy kutya? Igazából, kutyi vagyok. Kölyök kutya? Az még rosszabb. Sokkot kapott, úgyhogy nem fogok megsértődni. Havas Johnnak lenni meg, hogy hívják a Mancsőrjáratot? A Chase. Chase.
az a jó érzés, amikor erre valaki rájön, és te azt látod, hogy ez adott neki valamit. Tehát a gyerekek ragyogó szemmel, vagy esetleg felhívnak és kérik, hogy Chase, köszöntse már fel a gyereket, vagy volt egyszer egy olyan, hogy együtt edzettem az edzőteremben egy sráccal, aki úgy meghallotta, hogy ki fia borja vagyok, és azt mondta, hogy a kislányát műtik nem sokára, de hogy nagy Manchester United rajongó. Nem komoly dolog, de hogy néhány bátorító szót, hogy ne féljen meg ilyenek. Tehát ez az igazán jó érzés, amikor az ember ilyen szituációkban kerül. Igen, azért ez. Zsani. Zsalett, neked melyik szerinted az, amelyik így ilyen ikonikus a számodra, hát meg a közönség számára? Nekem a Mamma Mia, onnan szokták tudni általában. De amit te is szeretsz. Hát fiatalok körében az iCarly, vagy a sok sikert Charlie V, mint Victoria, ezek a... Jaj, Vivid. Igen. Amúgy meg biztos, hogy én is voltam a Szulajmánban, de nem tudom. Nem tudom. Az animéseknek ugye a Kaleidosztár, bár jó régi, de az nekem is az egyik nagy kedvencem. Ádám? Hát az Ádám és a Dr. Murphy. Dr. Murphy. Igen. Nekem azt hiszem, hogy az de tényleg így korosztály. Az nagy feladat. Nagyon. És nagyon örülök a stábnak, ahol csináljuk a szinkronban, mert szerencsére hagynak is időt rá. Mai napig megy ez? Igen. Még az 5. évadot várjuk, hogy nem tudom, hogy mikor fog készülni a szinkronja, de alapvetően az a munkakörnyezet, hogy tényleg nem ilyen rohamtempóban, hanem meg lehet nézni egyszer, kétszer, összefűzni, hogyha egy jelenet, stb. Tehát, hogy nagyon jó úgy dolgozni, és tényleg egy nagyon jó kihívás, és pont ezért szeretem nagyon, mert... Mondjuk el a nézőknek, hogy miről van szó, tehát, hogy ott a főhős egy autista, vagy... Egy rezidens egy kórházban, és autista. Autista. És nagyon sok morális kérdést boncolgat a sorozat. Már maga ez a kiinduló pont, hogy van-e keresnivalója egy autistának az orvosok között, a kommunikáció mennyire fontos egy orvosnak, vagy elég csak a szaktudás, mert nyilván a szaktudásilag teljesen ott van is, és a tokomban. Csak a kommunikáció. Csak a kommunikáció van, meg egyáltalán nem. Nagyon érdekes a hangvétel. Az eredetit is én hallottam a fülembe, meg téged is, és nagyon... Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy lehet visszaadni azt a fajta... Próbáltuk azt a hangsúlyt leutánozni, és rájöttünk, hogy nem jó. Nem jó. Mert a magyarban egyszerűen nem élnek meg azok a hangsúlyok. És hogy ne tűnjön debilnek. Így tehát van. Tehát, hogy ne úgy csináld akaratlanul. Hogy szerethető legyen. Igen. Nagyon nehéz. Igen. Megosztó is picit, mert vannak, akik nem szeretik így szinkronosan, de hál' Istennek az a tapasztalatom, hogy többen jönnek oda szakmán belül például, vagy kommenteket olvasok, hogy nagyon szeretik. Mert ez más dolog, hogy tehát azt, amit az eredeti csinál, azt nem tudod vinni. Tehát nem a személyed ellen szól nyilván, tehát, mert nem lehet úgy visszaadni nem, a magyarban. Nekem hát is olyan sorozat, amit zseniális színészek vannak benne, de nem nézem magyarul, mert nem lehet visszaadni azt az akcentust, azt a... Hogy élvezhetőbb úgy, és ez nem a színészeken múlik, hanem egyszerűen azon, hogy nincs rá eszköztárunk. Igen. Nem lehet. Az animénél is egyébként pont ugyanez van. Tehát, hogy ezt a japán, vagy most a dél-koreai, a Squid Game, ezeket nagyon nehéz visszaadni. Pont erről beszéltünk a múltkori adásban a Csucsuval, hogy a Squid Game-nek, hogy az teljesen más eszköztárral. Én azt minden nyelven megnéztem, ahogy fönt van, belehallgattam minden nyelven egy bizonyos karaktert, ahogy fönt van a szolgáltatónál, hogy megnézem, hogy úristen, melyik nemzet, hogy oldja meg, hogy, és hát az eredeti a legzseniálisabb. És tök különböző a többi, nem? Tehát, hogy igen, és de mindegyikben felfedezett, hogy tényleg, tehát, hogy azt próbálja, tényleg. De azt nem lehet. De nagyon érdekes, hogy a kislányom előkeresett az interneten egy olyan dolgot, hogy valamelyik anime karakter, ahogy köszön, van egy tipikus, nem tudom, japánul, és minden nyelv szinkronosan. Hogy köszön? Hát a francia halálra röhögtük. De a franciáknak meg ez a természetes, és próbálja a francia utánozni ezt a japán egy kicsit olyan, nem is olyan tudom. Nehéz, nagyon szokott szerintem, meg a francia is ilyen lenni, mert ott a spanyolban olyan gyorsan beszélnek. Igen, nagyon pörgős nyelv. Nem tudod magyarul azt úgy. Vagy pedig normális a magyarul. Adja magát a tempót, tehát marha nehéz. Igen. A Trónok harcában is mennyi akcentus volt. A Havas Johnnak volt akcentusa? Mármint eredetiben nem emlékszem. Emlékeim szerint nem. Nem, tehát semmi olyan, ami jellegzetes. Akinek talán csak az egyetlen, akinek ott is rengeteg akcent volt, de magyarul nem.
De nem tudod csinálni. Nem tudunk ezzel, igen. Vagy ha megcsinálja az ember, akkor pedig suta lesz. Mert van egy-kettő jellegzetes, mondjuk egy orosz, igen. Vagy hasonlók, de mondjuk mit kezdesz egy délvelszivel? Igen. Nem tudom, a Peaky Blinders című sorozatot ismeritek. Igen. Életem sorozata. Mindegy. És abba ilyen ír, angol, hát ezt nem cigán akcentus van. Lehet. Hát a blöff ugyanez. Igen. Úgyhogy a szinkronban nem is foglalkoztak vele, hanem csak ment. De viszont amikor eredetiben nézed, akkor nem tudom kimondani ezt a szót már másodjára. Eredetiben. Igen. Akkor annyira jól hangzik, hogy lehet, hogy ezzel foglalkozni kéne. Jó, mondjuk a Trónok harcát én olvastam, én nem láttam a sorozatot, de olvasva ez nem téma. Hát hiszen, természetesen nem arra buzdítjuk az embereket, hogy ne nézzenek televíziót, és helyette olvassanak. Nem. Moziba járjanak minden esetre. Zsani, te el fogsz menni Máltára. Igen. És megengedted, hogy beszéljünk erről egy picit. Miért mész Máltára, és mi az elhatározás oka? Igazából ilyen nagyon fő ok, tehát egy okot nem tudnék kiemelni. Nem menekülünk, vagy nem, nincs semmi olyan, hogy hú, de szörnyű itthon, hogy nekünk most menni kéne, vagy sokkal jobb remények, vagy arra vágynánk, hogy ott majd az amerikai álom beteljesül, vagy bármi, nem. Már hogy Európa. Ha Máltán beteljesül, az amerikai álom. Nyilván, miért itthon is megtestesülhet, de nem. Tehát, hogy igazából most kerültünk egy olyan élethelyzetbe, hogy a páromnak olyan munkája van, amit tud online csinálni. Tehát teljesen mindegy, hogy otthon ül, bent ül az irodában, vagy a tengerpartról dolgozik, tehát teljesen mindegy, hogy honnan. És ez egy akkora előny, meg egy akkora áldás, hogy így tulajdonképpen úgy tudunk neki ugrani ennek, hogy tényleg nincsen semmi veszíteni valónk. Ugye nekem 2,5 éves most a kisfiam, én az elmúlt 2 évben amúgy sem nagyon dolgoztam, mert otthon voltam vele. Az elmúlt 1,5 évben kezdtem el visszamenni, nem, talán már 1 éve, de akkor is csak 3 napot. Először csak 4 óra, 5-6, stb. Tehát, hogy nincs sok munkám jelenleg úgysem. Tehát, hogy nem az van, hogy agyon lennék foglalkoztatva, és úgy egyik napról a másikra megszűnök. Ráadásul anyaként én úgy gondolom, hogy minden munkaterületen legyen az bármi, de tényleg bármi. Nagyon nehéz az embernek helytállni, főleg kisgyerekkel, amikor egy hétig beteg, utána megy egy hétig, 2 hétig otthon, amikor ugye intézménybe került. És nyilván ezt egy stáb sem tudja tolerálni sokáig, hogy odaszólok aznap reggel, hogy ha, bocs, nem megyek, mert lázas, és közben ott van a napba begyártva 2 órányi munka, amire nem tudok kimenni, tehát ez lúti. Tehát úgymond megbízhatatlan vagyok emiatt, és teljesen érthető. Úgyhogy sorozatok emiatt nem is nagyon voltak, tehát hogy nekem sincs most úgy veszíteni valom. Ráadásul bennem motoszkál egy olyan, hogy ahogy mondtátok, ezt csináljuk 27 éve. Nekem ez nagyon sok papírom van mellette. És nem tekintjük munkának. Mm. Tehát, hogy én úgy megyek ki, hogy mindenki ezt szokta kérdezni, hogy úristen is, mit fogsz dolgozni? Bármit, mert életemben én még nem dolgoztam semmit. Jó, 1 évig voltam óvónő, meg kicsit dolgoztam egy kaszinóban, de hogy, nekem most minden izgalmas. Tehát én szeretnék most mindent kipróbálni, egy kicsit megtudni, hogy miben vagyok jó. Lehet, hogy tök tehetséges vagyok valamiben, amit eddig nem volt. Az nem igaz, hogy nem volt lehetőségem kipróbálni, mert alkalmad. Ez nem igaz. Alkalmam is lett volna, ha azt mondom, hogy bátor vagyok, és azt mondom, hogy valami mást váltanék. Bennem nagyon régóta jellelődik egyébként, hogy azért is a sok tanulmány, azért is van sok ág bennem, sok mindent csináltam, hogy szeretnék valami mást. Mert én úgy érzem, hogy ez nem elég, hogy én ezzel nem adok eleget. Tehát, hogy én tenni szeretnék valamit, gyerekekért főleg elsősorban. Tehát, hogy én adni szeretnék, és hogy olyan érdekes, mert ugye én tanítottam egy helyen, és ott rengeteg gyerekkel találkoztam, igen, és mindenki annyira szeretett, és nekem ez is olyan fura, hogy szeretnek valami olyan dologért, amit én nem is csináltam, vagy hogy nem is engem szeretnek, tehát az első benyomás miatt, mert hogy úristen, jó a Cető Zsani, és pedig nem is tudják, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy szeretném, hogy olyan dolgok miatt legyek elismerve, meg szeretve, meg kedvelve, ami én vagyok. Tehát, hogy ez egy ilyen személyiségfejlesztő utazás is egyben, úgy gondolom. És teljesen bátran, így most elindultok, és akkor... Abszolút, mert tényleg annyira szerencsések vagyunk, hogy,
hogy tényleg nincs vesztenivaló. De ilyen biztonságban vagyok. Életében nagyon bátran. Én világéletemben vágytam arra, én nagyon lázadó kamasz voltam. Én mindenkit utáltam, nekem semmi nem volt jó. Lehetséges, hogy akkor hármatok közül te voltál. Én abszolút. Én vittem a két fiút. Persze, lány is vagyok, középső is vagyok, tehát hogy ez abszolút. És mindig, hogy új életet akarok kezdeni külföldön, ez bennem volt. De én olyan gyáva voltam, és úgy irigyeltem mindenkit, aki kiment. Tényleg. És akkor most adódott ez, és hát a gyereknek is úgy gondolom, hogy... Jót fog. Igen, hát ha csak annyit nyerünk majd, hogy megtanul angolul, persze, akkor... És hát ez egy csodálatos környezet. Hát nagyon, igen. Még nem búcsúzunk el, de nagyon sok sikert kívánok. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Gondolom majd azért hallunk majd rólad, halljad. Igen, ugyanis van egy, nem tudom, szabad mozifilmet mondani? Igen, szabad. Van egy öt részes sorozat, ami után, az After, amit nagyon sokan szeretnek itthon. És én megbeszéltem a Marton Bernivel, meg a Mafiamba beszéltünk, hogy én erre haza fogok jönni. Jó. Hogyha megengedik, akkor hazajönni. Vagy hogyha Mamma Mia-nak, vagy Jumanji-nak, vagy bárminek van ilyen nagyobb része. Tehát az ilyen, amilyen nagyon közkedvelt és nagy szerep, azokra, hát igazából két óra a repülőút. Igen, ennyi. És, ti is annyi... mentek majd gondolom a tengerpartra. Igen. Az még jó. Igen, mi várunk mindenki, direkt úgy vettünk ki lakást, hogy legyen vendégszobánk, úgyhogy mondtuk, hogy mindig lesz nálunk vagy. És Roland, te jól tudom, hogy te viszont még, azt nem, lehet, hogy te is, de majd javíts ki, ha tévedek, te még játszol színházba abszolút azóta is folyamatosan, amióta csak... Először felléptél oda? Nem. Hát azért valamikor a kamaszkor környékén, ugye itt, ahogy az ember a gyerek szerepekből kinő, és már belenőne a felnőtt szerepekbe, azokat a fiatalnak kinéző felnőttek sokkal tudatosabban és könnyebben megcsinálják, nincs iskola, stb. Mégiscsak ez a szakmájuk. Tehát ott volt nekem egy kihagyás, de 2016 óta, igen, azóta ismét folyamatosan van szerencsém színpadon is kipróbálni magam. A Pesti Művész Színház kötelékében tulajdonképpen, mint anyaszínház, és akkor egyéb más társulatoknál, hogyha szabadúszóként ugye az ember odavetődik. Főként operettekben, de azért néhány prózai műsor. És ennek a színháznak állandó székhelye van, vagy utazgatnak? Nem, ez utazó színház. Utazó. Igen. Hogy tudod ezt a sok mindent összeegyeztetni? És neked is van egy kislány. A gyártásvezetők, nem én egyeztetem. De apuka vagy. Igen. Nem egyszerű, már olyan szempontból, hogy nyilvánvalóan tudjátok, hogy ez hektikus, tehát valamikor dögivel jön a munka, és igen, akkor az ember beleszakad, olyankor nyilván kevesebb idő van, de vannak olyan időszakok, amikor meg kevesebb van, és akkor meg kényelmesen el vagyunk. És hát arról amellett meg nem mehetünk el, hogy volt most egy egészen különleges időszak, amikor én mindig azt gondoltam, hogy több lábon állok. Ugye nekem volt szerencsém televízióban is dolgozni, színházban is, a szinkronban is, és azt gondoltam, hogy így akkor meg vagyunk, nem lesz soha szükség a civil végzettségre, amire aztán végül nem lett, de egyszer csak kihúztak mindent a lábunk alól. Ugye a színház megállt, a televízió megállt, forgatni nem tudtunk, és a szinkron is ugyancsak néhány hétre, de azért volt egy pauza, amikor úgy azt mondták, hogy akkor... Több ideig volt bizonytalanság. Igen, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, arról nem beszélve, hogy állandóan lebeg fejünk fölött ugye kartként a felirat vagy szinkronként is, tehát hogy ez is egy olyan bizonytalanságot szülhetne, bár azért én azt gondolom, hogy a szinkronnak igenis helye van. A mind magyar kulturális értékében, mind pedig egyébként a televízióban is. És lesz is helye? Szerintem igen. Az a baj, hogy valahogy az emberek mostanában az elmúlt években végletekben beszélnek, és soha nem alternatívákban. Nem alternatív. Mert el sem tudom képzelni azt a szituációt, ahol választani kéne, hogy szinkron vagy felirat, igen, mikor a digitális korban ez egy sima és. Fogom kettőt, kattintok, és úgy nézem, ahogy akarom. Mindkettőnek van piaca, mindkettőre van kereslet, és mindkettőre szükség is van, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeretne. Így van. Én egy kicsit attól félek talán, hogy persze ez most így van, de hogy a most következő generáció, az én gyerekeim, meg az ő gyerekeiknek már teljesen természetes, hogy elvégzik a sulit, és két-három nyelven is beszélnek akár. És hogy már nem lesz rá igény. De a szinkronnak mindig lesz helye. Én nem tudom, szerintem ez nagyon emberfüggő, most csak a nyelvtanulás miatt. Én 4 évig tanultam franciát, egy szót nem tudok. 12 évig tanultam angolul, nekem a férjem fél éve kezdett el tanulni felnőtt fejjel, egész mást tanulnak időkben is, mint amit mi tanultuk gyerekként, mert ugye gyerekként még tanultuk a mindegy, tehát az ilyen lazább formulákat, felnőttként már nem ezt tanítják. Tehát ott állok, hogy ja, tehát tanultam 12 évig, amúgy tanultam, de abból se tudok olyan hú de sokat, tehát hogy nem hasznos. Roland, 8. után középfokúztál? Én 8. Ugyanannál a tanárnál voltunk. Tehát, hogy ez nagyon egyéni. Ez igaz, abszolút. Hát nekem két fiam van, az egyik
mindenféle nyelven azonnal megtanul, a másik semmi, mint anyukám. De nekem, bocsáss meg, hogy nekem az se segít, hogy angolul hallgatom a filmeket, hallgatom igen, négy éves sem. Korom óta, csodálatos, hallom igen, mindig a fülemben, igen. Akkora nagy a passzív szókincsem, hogy őrület, jó, mindent megértek. Használni kell. De használni kell, hogy ez szerintem típus ez kérdés, nem. Típus kérdése is. Azért is érdekes szerintem egyébként most ez a korszak, mert ugye a streaming szolgáltatók bejövetelével megváltoznak a médiafogyasztási szokásaink is. Ugye nagyon sok minden a YouTube-ra, a közösségi média felületekre korlátozódik, ahol már nincs reklám, nem háttérként szól, hanem csak is kizárólag rákoncentráljuk a figyelmünket. Eddig a szinkronnak szerintem a fiatalok életében nagyon nagy szerepe volt, hogy háttér televízió. Az a fajta nyelvtudás, amikor csak a háttérben hallunk valamit, és mégis megértjük, az azért ahhoz nagyon jól kell beszélni egy nyelvet. Most, hogy ugye csak arra korlátozódik, hogy kifejezetten figyelünk egy-egy sorozatra vagy filmre, nem feltétlenül háttérbe rakjuk be, bár mondjuk ez sem teljesen igaz most, hogy mondom, mert sokan a streaminget is bekapcsolják csak háttérnek, oda szerintem elengedhetetlen a szinkron. Így van. Ez Ádám, neked a véleményed erről ugyanez? Abszolút. Hát, vagy a abszolút. Igen, én nem tudom azt, hogy 30-40 év múlva is lesz-e igény a szinkronra. Reménykedünk benne. De hogyha ha nem, és olyan irányba változik, azt is el kell fogadnunk, és hogy... Ahhoz alkalmazkodnunk kell. De egyébként pont ez, amit mondtál, arra jutott eszembe, hogy én, hogyha a múltkor, nem tudom, valamit csináltam otthon, nekünk nincs tévénk, nekem csak a telefonon megy mindig a film, és hogy azt hiszem, hogy a konyhában voltam, és mondtam, hogy jó, de most azt a sorozatot nem nézem, mert ahhoz nincs szinkron. Olyat akarok, amihez van szinkron, hogy közben tudjam csinálni a dolgomat. Igen. Ez a pucolást jelentett, gondolom. Ez marha jó sorozat nézés. Én is így vagyok, lehet. Én is ilyen vagyok, nekem abszolút kell az alapzaj. Nálam mindig megy a tévé, vagy persze, amikor a gyerek otthon van, nem, de mindig megy a tévé, állandóan benyomok valamit, sorozatot, bármit, szinkronosan. De ahogy leülök, általában akkor van időm leülni, amikor ő alszik. Igen. Akkor én nullára leveszem a hangerőt, és feliratosan nézem, mert igen. És akkor néha, nem is, a nagy pénzrablást néztem úgy végig, hogy olyan sokan dicsérték a zenéjét, nem is tudom milyen a zenéje, Nagyon élvezhető. Direkt, hogy néztem, hogy tudom hallgatni. Nem, mert annak hallottam, ugye magyar zeneszerzői vannak, igen. Hogy hallottam a munkamenetet, meg hogy nagyon jó volt, és hogy dolgoztak rajta, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen, és tényleg jó. Baromi úgy néztem. Gyereket, ahhoz fél, hogy lehet sorozat? A hanghatások, az egyszer. Próbáld ki, nagyon érdekes, mert ahogy eltűnnek a különböző hangi finomságok, mondjuk egy ütésnél. Milyen béna a színész. Meg egy ütésnél rögtön látod például, hogy nem ér az arcához. Nagyon érdekes, hogy az agy azonnal összekapcsolja ugye, az ilyen dolgokat. Na, hát nem véletlenül. Így van. Igen. Ezért van például, hogy sokan kérdezik, de hogy azt hogy tudjátok megcsinálni, hogy amikor beszél angolul a színész, te magyarul, akkor a szájmozgás ugyanolyan, mondom, nem ugyanolyan, csak az agy elcsúsztatja. És ezért nagyon nehéz például a magyar utószinkron, mert ott viszont, mivel a szájmozgás ugyanaz, a legapróbb különbséget is rögtön látod, hogy az agy nagyon sokszor megcsal. Milyen érdekes ez. Hogy lehet hang nélkül? Nem tudom. És akkor néha van, hogy úristen, de érdekes, mondjuk a Gerátnak a hangja, és milyen hangja van? És ráadom, és úristen, de jó! És magyarban is nagyon jó, angolban is, úgyhogy van ilyen. Én egyébként vegyes vagyok, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én imádom szinkronosan is nézni, és vegyes nézem. Feliratosan is, eredetiben van, hogy kétszer is megnézem, hogy egyszer szinkronosan, egyszer eredetiben. És én nagyon jól el vagyok ezzel, tehát és nekem, mint ha nem vesszük azt, hogy én is a szinkronban dolgozom, abszolút szükségem van a szinkronra. Igen. Emberi. Szerintem nem lehet abszolút. Elvenni egy embertől a választási jogot hogy igen, ő hogy nézze el. Abszolút. Nem vitázni nem. kell, hogy melyik, abszolút. Hanem ott van mindkettő. És ennyi. Én is egyébként abszolút preferálom a szinkronos tartalmakat, és nem azért, mert ebben dolgozom, hanem nekem is egyszerű. Meg a visszajelzés, van egy csoport, ahol mind a ketten vagyunk, a Netflixes csoport. Igen. Hát rengetegen vannak, több tízezeren vannak a csoportban, és nagyon sokan csak a szinkronos tartalmakat nézik például. Igen. Tehát keresett. És azért Magyarországon meg különösen. Bocsánat, azt se felejtsük el, hogy azért szélesebb körben nézve, nagy látószögből azért, már mondtam, hogy a kulturális értékét is a szinkronnak, hogy azért nagyon sok
területen az országban, vagy sok, sok közösségben, sok helyen a szép beszéddel, mint olyan. Mm-hmm. Most én is itt hadarok egyébként élőben, meg ilyenek, és sajnos sokszor előfordul, mert olyan sok dolgot akarok elmondani. Igen, igen. De hogy a szép artikulált beszéddel, hasonlulások, ikesigék, kettős mással hangzók, hosszú magánhangzók, ez a mi felelősségünk lenne, vagy hát az, hogy a stúdióban, igen, a lehető legszebben csináljuk, mert bizony vannak olyan rétegek, a nyelv erodálódása, stb. Miatt, amikkel csak itt találkoznak. Igen, igen. Az irodalmi magyar beszéddel, igen. Tehát nagyon fontos ilyen szempontból is ezt őrizni, és arra figyelni, hogy ez mindig megfelelő minőségű legyen. Sajnos lejárt nem az időnk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Most, hogy megbeszéltük egy szinkronról szóló műsorban, hogy milyen jó némán nézni. Remek reklám volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon köszönjük. Nagyon jó élmény volt. 1450 kérdésem volt, mégsem. Nórák csend. Köszönjük. Két hét múlva találkozunk. Akkor is családban maradunk még mindig. Molnár Ilona és Molnár Lemertel ezt a vendégünk. Így van. Viszontlátásra köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra köszönjük a figyelmet. Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.